következő eladásunk a Csillagok háborúja jelmezes rajongói klub robotjai és készítésük. Kép, amin én szerepelek. Ez azért volt fontos, mert én tartom az előadást, ezért tisztában lehet mindenki azzal, hogy mekkora lehet egy robot. Mert hiába rakok be egy másik taggal közös képet, azt őt nem látjátok, én vagyok itt előttetek, így könnyebb felbecsülni, hogy egy robotnak milyen méretei vannak. És most kezdjük. Nos, először is, hogy miből készültek. Tulajdonképpen műanyag, fém, fa, karton, papír, amit éppen otthon volt, és ez tényleg így igaz, ez a mi csapatunk specialitása, teljesen homemade, sufni tuning, ami éppen van, ha kell egy mosogató darabka, bármi, ezt majd így később be fogom mutatni, hogy pontosan mi miből van. Ez a hogyan? Ez a többnyire a Pepa kúra az, ezt mindenki ismeri, de mindenki tudja, hogy ez önmagában így nem elég, kevés. Pepa kúra 3D-s papírmodellezés, ez kevés dolog kell, nyomtató papír, de ez így kevés, mint mondtam, mert a papírnak van egy olyan tulajdonsága, hogy gyűrődik és nem tartós, de más anyagokban lehet helyettesíteni. Ilyen például, amit így felraktam, itt a kis jodánk, pont nem látszik. Pillanat, technikai segítséget kérek, a villáskulcsomat kérem szépen, mert nem látszik. Igen, ezt meg vissza. Igaz. Na. Szóval most itt villáskulcsal fogok mutogatni, ugyanis az én karakterem egy szerelőt vilek, hát az űrhajók meg az X-Wing nem magától javul meg, Luke Skywalker se ért rá arra, hogy megszerelje a sajátját, arra vannak a szerelők. Szóval, itt van a kis jodánk. Ő tulajdonképpen teljesen Pepa kúrából készült. Merevítés van benne, és maga a papír az nem ez a sima nyomtató papír, hanem vastagabb, szürke lemeznek nevezett papírból készült. Be van műgyantázva, és a ruhaanyagok készültek rá. Itt ez a kis kicsi, ez a Terminátor világítása van ellátva, és itt látszanak rajta, hogy ezek Pepa kúra nyomok, vannak, ami papírból készült, és mint korábban mondtam, az anyagfelhasználást műanyagból, műanyagcsövekből, a fejforma pedig Pepa kúrából le. A kevény merevítésnek köszönhetően elektronikát is tartalmaz, ezért világít a feje. Ez a kis rózsaszín a Tribble, ez a kakuk tojás, ugyanis ezt a Jedi menedék pályázat ajándéka. Ezért megtiszteltem őket, hogy egy kis kép erejéig, igaz, hogy vicces és poénos, de kaptak egy kis szösszenetet. Hoppá! Ami fontos, természetesen minden robotépítéshez, bármilyen cosplayhez, ha elkezdünk vele dolgozni, eszközök kellenek, szerszámfúró, falagó, hősugárzó, ami éppen kell, hogy összeillesszük, feldaraboljuk az adott anyagot, összeíressük. A ragasztóanyagoknál nagyon fontos, hogy mindig a megfelelőt. Faragasztóval ne akarjunk műanyagot ragasztani. Az nem megoldás, hogy jaj, a ragasztópisztoly mindent megold. Ez nem igaz, mert nem mindent tud megragasztani. Ideiglenes megoldás, mondjuk egy jelmez, meg apróbb fegyver, meg egyéb éppen letörött valami gyors pillanatragasztó, de nem tartós. Ügyelni kell arra, hogy minden, ami megfelelő, azt azzal a fajta ragasztóval tudjuk összeilleszteni. Emellett azért is fontos, mert vannak ragasztóanyagok, ami egy bizonyos anyagot kimar. Például mindenki ismeri a pálmatexet, meg maradjunk a ragasztópisztolynál, hungarocer ragasztása nem alkalmas, vannak anyagok, amiket konkrétan szétmar ragasztás közben.
Rögzítő elemek, hát ez is attól függ, hogy milyen anyagot használunk, csavarok, szegecsek, vagy éppen tépőzár is lehet, hogyha szeretnénk önmásról is felhasználni egy robotelemet, beépíteni a cosplayünkbe, mondjuk egy kart, egy robotkart, és azt használni később valami kiegészítőként. Az előállított, illetve beszerzett alkatrészek. Nos, erre nem térnék ki külön, mert előttem voltak előadások, hogy ki hogyan készít latexből testrészeket, vagy farag ki, jelmez kiegészítőket. Mondjuk kifaragunk egy pisztolyt, hozzáilleszthetjük a robothoz, vagy éppen elmegyünk az Obiba, vagy bárhova bevásárolni, veszünk egy valami csövet, amire úgy gondoljuk, hogy hú, az pont ugyanúgy néz ki, és beépítjük a robotba. Erre mindjárt kitérek majd a későbbiek folyamán. A klubotnak a robotjait három csoportra osztottam. Ezek közül az első, ezek a bábuk szobrok. Ezekről azt kell tudni, hogy nem mozognak, hát csak úgy állnak, kiállítási tárgyak. A minimális mozgás az például az, hogy mint egy babát a kirakatba be tudjuk állítani, elektronikát tartalmazhatnak. Ilyen például a hánszolunk, ez karbonitból áll, puhából lett kifaragva, és mint mondtam korábban, azért fontos ez a hánszoló, mert itt van a cipőrész, ami látható, a kézrész, a cipő az rendes tornacipőből van beépítve, saját nadrágból, kabát rendesen, és kézlenyomatból lett kifaragva. Itt oldalt van technika, ami pont nem látszik a képen, de ez is minimális. A vamzer, ő még fontos, mert ő későbbi csoportba fog szerepelni. Ezen kívül még vannak itt a robotjaink, a kis birodalmi droid és Artuditu. Ők is még az abba a kategóriába tartoznak, később rájuk is részletesebben kitérek, mert ők csak most így bábúként szerepelnek, ők nem mozognak, nincsen benne akkumulátor, meg olyan fajta technika, ami miatt másik kategóriába tartoznak. A legjobb példa az elektromos technikára, meg az egyéb felhasználása, az EG6-os Power Droid. Szerintem mindenki látta a Jabba a palotájába, amikor bent vannak a robotok kínzóba. Fölraktam egy kezdetleges képet, ez egy korábbi playitem volt, valamint egy javított verziót. Mind a kettőben látszik, hogy idővel eltelt, változott a világítás technika, és ami a fontos, a házi sufni tuning megoldás, szerintem mindenki felismeri a teljes ládát, a húsos ládát, amit a boltokban van. Emellett van benne itt a lábazat, az kéménycső, a fatalpa, a csőben van faváz, ez tartja az egészet. Emellett azért is praktikus ez a kis robotka, ugyanis ebbe tudunk pakolni, mert a világítás csak itt a felső részében van. Konkrétan, itt biztos, nem tudom, hogy mennyire látszik, itt vannak kis kapcsolók, ezek tejszínhabkupakból vannak. Korábbi kezdetleges verzió, le lett festve, és kész a karakterhű filmes robot. Ez bárki otthon meg tudja csinálni, csak kell egy kis időt szánni arra, hogy elmegy és nézegeti a formákat, és beszerzi azokat az eszközöket, amivel ezt mind össze tudja illeszteni. Például a ragasztó, amire itt vissz kitérnék, ugyanis itt fémről beszélünk, műanyagról, ezt egy sima technokollal nem tudnánk megragasztani. Nincs értelme ahhoz, hogy például ilyen ragasztóval, vagy például faragasztóval foglalkozzunk, mert nem ragasztja meg. Külön műanyagragasztó kell, ami megfelel a célnak. Hát ez egy nagyon vicces kép. Szerintem mindenki ismeri a Star Wars epizód 1-ből a kis droidokat, akik Jar Jar Binks ellen vonultak. Erről a robotról azt kell tudni, hogy egy kemény fém merevítésen van, amit látszik a képen, teljesen a gerince ki van támasztva, és azért kakukktojás ez az egy droid, mert csak ez áll fa elemekből. Minden egyes része fából van kivágva, és csavarokkal van összeillesztve. Itt a lábát nem lehet mozgatni, beállítani, itt a képen is látszik, gondoltam, viccesre veszem a figurát,
A kezet lehet állítani, és amikor kiállításra kerül a sor, szeretnek vele ilyen viccesen fényképezkedni. Ő teljesen karakterhű méretű. Elektronikát nem tartalmaz. Külön megemlíteném a kettőin egy kategóriát. Ezek azok, hogy bábuk, de jelmezként is használjuk. Nem sima kiállítási tárgyak, hogy rárakjuk egy robababára, külön felépítésük van. És bárki fölveheti, ha éppen olyan tagunk van, akire rámegy. Itt láthatóak a Darth Vader ruhát is meg tudjuk így oldani. A Scripióból csak a bárdogosat tudjuk így megoldani. Erről azt kell tudni Scripióról, majd később kitérek rá, hogy elköltözött a tagunk, és kihízta egy 5 kg tízot, és már nem megy rá. Ezért fontos az, hogyha a jelmezt csináljuk, ilyen páncét vagy bármit, valamilyen szinten tartanunk kell a formánkat, súlyunkat, meg később nem tudjuk felhasználni, csak kiállítási tárgyként. Ez azért jó, mert ilyenkor nem kerül a kukába, hát mondjuk sajnálnánk kidobni, aki egyszer megcsinálja, de mégiscsak felhasználható több alkalomra. A kis Java még ilyen artudítóra, amit mondtam, később kitérek, és a kis Yoda is ebbe a kategóriába tartozik, hogy hát van, aki a gyerekére simán rágya, hogyha ilyen picurka. Képen látható a készítő, Horváth Miklós, ő is szintén a csapatunk tagja. Itt látható a két Scripió. Látszik is a különbség a kettő közül, az fém, teljesen bádogból készült, ez pedig a pepakúrás szürke kartonból készült, ez szimplán világítása van ellátva, ebben csak a szem világít, nem minimálisan lehet mozgatni a kezét, csak tényleg ilyen 1-2 centikre, sokkal kisebben mozgatható, mint a korábbi kis roham droid. Megjegyezném, hogy a pepakúra rész, az itt teljesen le van műgyantázva, hogy ne ázzon át, festető legyen, ugyanis a bevonat azért számít, mert ha mondjuk szürke kartonlebenzt használunk, akkor beissza a festéket, nem jó a réteg fedése, és sokkal masszívabb lesz ez emellett. Most jön a robotok. Ezek jobban fel vannak szerelve, több technikát tartalmaznak, távirányításra is képesek. Ebből kétfajta artuditunk van, ez a felfújhatós kis verzió, ebbe egy kis autó van, és mint látható, nekem épp hogy így térdig ér. Szóval ez nem valami nagy. Hát azért nem bírja a húzamosabb megerőltetést, hiszen azért van, mert ilyen kisebb otthoni szórakozásra. Bocsánat. Pici, könnyű, az a praktikussága, hogy felfújható, tárolása is jó. Ja, de mutogatok, mert nem látjuk a időt. Most tartottam. Ja, itt az alján három kis kerék van, de nem itt a két lábánál, ugyanis ez a feje, a két lábában, itt levegő van, a motorikusság az itt alul van egy pontban, ez segíti abban, hogy ne dőljön föl. Könnyen mozogható, távirányítható, és ezen nincsen világítás és hangeffektus. És elemmel működik, szóval bármikor cserélhető, csak az elemet kell figyelni. Következik az artuditunk, teljesen mozgó, anyaga a kettes vastár, 61 kiló, az elektronika egy Audi-nak az akkumulátorával működik. Itt a két oldalán vannak az autóablaknak a mozgatói. Világítás is van, távirányítóban működik, a távirányítóba kell csak nem. A teherbírás az egy elég érdekes történet, onnét tudjuk, hogy 120 kiló. De voltunk egyszer egy kórházban, ahol egy 120 kilós ápoló ráállt, és akkor annál jobban nem mertük terhelni.
mondjuk elég érdekes lenne így megmutatni, hogy néz ez ki. Az elkészülési ideje 9 hónap. Még azért is érdekes, mert nem csak teljesen bádokból van az egész, hanem itt alul vannak ezek a kis csövek. Szerintem a csap alatti szerszámokat, biztos látta mindenki azokat, amik ott mennek, azok tulajdonképpen ebből vannak. Szóval nem nagy tudomány maga az, hogy így összeillesztünk egy filmű karakter robotot, csak meg kell találnunk a formát. Maga a henger rész van itt kialakítva, ez kellett egy kis alakítás, formázás, meg a fejrésznél látható az elektronika, kis antennája kivehető, az antennájában szintén van elektronika, itt ez sem valami hű, de nagy itt a tetején, úgyis az biciklő. Amen.